Jó napot kívánok a tisztelt nézőknek! Óriási bocsánatkéréssel tartozunk az önök számára. Képhibánk volt Szentpétervárból, és az egész mérkőzést nem tudtuk leadni önöknek, nem tudtuk leközvetíteni élőben. Felvételről majd megtehetik a mérkőzés visszajátszását, hölgyeim és uraim. Sajnos csak egy rövid összefoglalót tudunk önöknek erről a mérkőzésről mutatni, elnézésüket kérjük. Svédország 2-0 arányban legyőzte Szlovákiát, na de nézzük is meg annak a mérkőzésnek az összefoglalóját. Svédország indította útjára a labdát, a két csapat közös múltja az az, hogy 6-szor találkoztak, 3-szor győzött Svédország, 3 döntetlen mellett, Szlovákia tehát még nem tudott soha győzni a svéd csapat ellen, és a 16. percen volt a mérkőzés első helyzet, amikor ugyanis Kulusevski fejelt kapura, Rodák nem tudott hárítani, a 18. percen pedig Isaac érkezett meg középre, és fölé fejelt végül is a támadó. Aztán a 23. percben ismét egy svéd helyzet, szabadrúgás után Isaac volt veszélyes a kapura. Egyébként a csoport másik mérkőzésen, mint tudhatják, Spanyolország 0-0-ra végzett Lengyelországgal, így a mérkőzést követően jelenleg szerint két meccs után az E csoportban úgy állunk, hölgyeim és uraim, hogy 4 ponttal bizony az élen spanyol válogatott második helyen érkezik az egymással jobb eredmény miatt. A svéd csapat ugye 3 ponttal, őket követik a szlovákok szintén 3, és az utolsó helyről várják majd a zárófordulót a lengyelek Lewandowskival 1 ponttal. Kulusevski lövése egyébként a 43. percben. Tényleg még egyszer szíves elnézésüket kérjük a tisztelt nézőknek, hogy ezt a mérkőzést nem tudtuk élőben közvetíteni teljes egészében önöknek. Hát sajnos az ilyen hiba még napjainkban is benne van. Itt az 56. percben Isaac révén egy svéd fejes, Isaac volt egyébként az egyik legveszélyesebb játékosa a svéd csapatnak, a gól nem jött neki össze, de ő volt a legtöbbször veszélyes a szlovák kapura. 65. perc, megint Isaac tette ki a labdát a szélre a Lipcse játékosának, Forsbergnek, aki egy szép csel után kapura lőtt. Hát Rodák, Szlovákia Gulácsi Pétere volt ezen a mérkőzésen, rengeteg bravúrt, rengeteg védést mutatott be, a gól végül nem jött. Aztán a 78. percben Sebastian Larsson megszerezte Svédországnak a hőnáhított vezetést. Nagyon-nagyon benne volt a levegőben, végig irányítottak a svédek, mint a statisztikából is láthatták, itt pedig egy nagyon távoli bomba, de hát Rodák nem tudta kivédeni, csak belepiszkálni tudott a védhetetlen lövésbe. Ekkor szerzett vezetést, a svéd csapat Ekdal jött a 80. percben, egyébként a szabadrúgás előtt lépett Markus Berg pályára a csapatban Kulusevski helyére. És hát ennek még nagy szerepe volt, ugyanis a 90. percben Markus Berg szerezte a második gólját a csapatnak. Ekdal játssza meg a szélen a lipcsei szélsőt Forsberget, aki középreivel, és a 34 éves csatár Markus Berg a kapuba stukkol, és ezzel eldönti a 3 pont sorsát, ezzel megnyeri a mérkőzést Svédországnak. Itt láthatóak, a képen láthatóak a statisztikák, tényleg lehengerlő volt a svédek mai játéka, nagyon jól játszott Svédország, abszolút megérdemelten nyertek. Szlovákia taktikája egyébként egyértelműen a védekezés volt, ők az 1 pont megszerzésére fókuszáltak a mai mérkőzésen, nem jártak végül is sikerrel, sokáig nagyon szépen tartották magukat, de hát aztán jött egy szabadrúgásból, majd pedig érkezett Markus Berg középre fejjel, és eldöntötte a mérkőzést. Tehát így állunk most, hölgyeim és uraim, az E csoportban jelenállás szerint, hogy még egyszer annam 4 ponttal első Spanyolország, második Svédország 3-mal, Szlovákia jön szintén 3-mal harmadik helyen, és utolsó Lengyelország 1 ponttal. Várjuk tehát innen is a folytatást az E csoportba az utolsó meccsnapon, de most hamarosan élőben Anglia-Skócia mérkőzés az Európa bajnokságból, a D csoportból. Tartsanak velünk!